Let it happen. Oh God, Isabel, about Jim Skelly's sarcophagus of identity. Okay, so if you don't mind, I will switch to English so that. Hogyha lehet, akkor inkább angolra váltok, pontosan azért, hogy Jim is értsen, tudjon egyből követni. Itt a könyvvel, a jól értem évek munkájának gyümölcse, tehát az évek sok éves tapasztalat, élettapasztalat, gondolkodás, olvasmányok, írások tapasztalata egybegyűjtve. Amikor készültem mára, akkor már másodjára olvastam el, egy korai verzióját is olvastam korábban, és most újra olvastam. Ami nagyon érdekes, hogy ez egy olyan könyv, ami eléggé erősen én életrajzi jellegű, tehát első szám első személyben íródik, és elméletileg is, tehát sok elmélet van benne, elég sűrű, és egy csodálatos mesélő az írója, tehát úgy összeszőtte ezeket a történeteket, a különböző külön történeteket összeszőve, van azért benne egy olyan alaptörténet, ami végigvezet rajta, a központi történet, ami tulajdonképpen James USA haditengerészetnél szerzett tapasztalatairól szól, illetve az úgynevezett, tehát a vietnámi háború elleni tudatos fellépő volt, és különböző olvasatai vannak ennek a könyvnek. Olvashatjuk úgy is, hogy ez egy nagyon, úgymond, egy tanult ember önéletrajza, amely egy nagyon analitikus személyiség, egy nagyon jól képes a tapasztalatait akár elméleti síkra is emelni. Egy másik olvasatban mondhatjuk azt, hogy végül is az identitásnak, vagy identitásoknak egy elméleti, úgymond, elbeszélése, és ehhez saját tapasztalatait, élettörténetét használja fel. Sőt, emellett még, mivel a fejezetek úgy vannak összeállítva, hogy azért rögtön az elejétől jön a személyes története, és kronológiai sorrendben, tehát az élettörténetek kronológikusan jelenik meg, és megjelennek azok az emberek, akik az egyes életszakaszokban szerepet játszottak, és nyilván nagyon érdekes az is, hogy ezeket a személyes, illetve az elméleti síkokat hogyan ötvözi és keveri. Én nagyon szeretem a személyes történeteket, és ez nekem azért egy nagyon furcsa kombináció, mert ugyanakkor, hogy saját történetét akár mikroszkopikus nagyításban is bemutassa, ugyanakkor 3-4-5 lépés hátralépve analizálja is bizonyos aspektusait, és elég elméleti szinten is tud működni. Három dologról szólnék. Identitás, elbeszélés, és az intellektuális kritika. Tehát tudom Jamesről is, hogy nagyon kritikusan áll hozzá különböző elméleti iskolákhoz, a gondolat paradigmájához, és azt hiszem, hogy ez egy olyan közösség, ahol ő maga is nagyon otthon érzi magát. Az identitás, ami már a címben is szerepel, tehát maga a cím is azt hiszem, hogy egy nagyon tudatos címválasztás. Tehát James Kelly számára az identitás, azt mondanám, hogy inkább negatív,
lehet, hogy majd aztán ő rácáfol erre, nem tudom. Számomra egy negatív módon jelenik meg, és inkább a mások általi kategorizálás jelenti, vagy akár az mások által az ember felcímkézését, bárminek titulálását. Másrészt magunkkal szemben is elkövetjük ezt, tehát mi úgymond saját magunkat is ketrecbe zárjuk, börtönbe zárjuk ilyen felcímkézés révén. Hát azt nem tudom, hogy milyen pozitív dolgokat lehet kihozni még az identitásból, mint koncepció, és nyilván tulajdonképpen a nyelv az, a nyelvek azok, amelyekkel a szocializációs folyamatunk révén úgymond azonosulunk, és magunkkal, vagy elfogadjuk magunkat, vagy valamilyennek látjuk magunkat. Nem explicit módon, de azért mégis van egy olyan tehát irodalmi, számos olyan irodalmi alkotás, amivel ő szembeszáll akár, és azt hiszem, hogy az identitás az inkább pszichológiai fogalom, és ez egy olyan dolog, ami kicsit valahogy másra szemben valaminek a negatívjaként szoktuk felállítani, így a szubjektivitást azt inkább úgy mond hatalommal telítetnek érezzük, és általában különböző társadalmi pozíciókra szoktuk ráhúzni. Így aztán én is kíváncsi vagyok, hogy szeretnél-e te is ebbe a párbeszédbe belevonódni, és hogy mi a fontos, hogy ki helyez bennünket egy-egy ilyen kategóriába, vagy ha már egyszer belekerültünk, hogy kerülünk ki belőle. Tehát most akkor egy kicsit magáról az elbeszélés részéről is. Tehát erről van szó, az író bizonyos történeteket mesél el, tovább ezeken visz keresztül minket, apró anekdótak révén. Ezeket úgy használja, mint bármilyen egy fikció során használnánk. Néha egy kicsit az ilyen mágikus realizmushoz tartozó regény jutott eszembe. Sokszor úgy éreztem, hogy ez képtelenség, hogy ez igaz legyen, de hát ki tudja. De szinte közhely az, hogy amikor elbeszélünk, akkor saját magunk különböző verzióit hozzuk létre, és ezt tálaljuk úgymond, adjuk át az olvasónak. Ami nem mindig tudatos, van ugyanakkor, hogy néha, hogy tényleg szándékos, és ez azt hiszem, hogy még javítja is az elbeszélésünket. Tehát tulajdonképpen mi döntjük el, hogy kik lesznek a szereplők, és Kelly azt mondja egy helyen, hogy életünk során elvárják a többiek magunktól, hogy valahogy magyarázzuk meg magunkat, és akkor jövünk a történeteinkkel, és hogyha mi csendben vagyunk, akkor ők kreálnak valami sztorit, valami történetet. És azt hiszem, hogy itt nagyon jó a kapcsolódás a történelemhez, hiszen ki más tudná ezt jobban, mint azok, akiknek nincs történelmük, akiknek nem volt esélyük arra, hogy a saját történetüket megírják, és így meghatározzák saját magukat. És most egy érdekes dolog, szerintem nem hiszem, hogy számára van igazából autentikus történet, mert egy kicsit ez ilyen dekonstruktív szemlélet, mert
szerintem nincs olyan, hogy egy valódi bentről, belső magból kikívánkozó igazi, valódi történet, mert ez minden az elbeszélés során a nyelv rétegei keresztül megy. Tehát, hogyha én történeteket mondok magamról, és végül is, hogyha az emberek ezeket a történeteket használják, a saját élettapasztalatokkal szembevetve ítélkeznek, vagy ítélnek meg engem, és hogyha én a valóságot úgymond mondom, akkor ugyanazt csinálom én kintről bentre, mint ők bentről kintre. Tehát vagy én vagyok az ő fogjuk, vagy ők az enyém. Ez szerintem egy nagyon jó megfogalmazás. Végül pedig az individuum és a kollektív dolog. Bármilyen önéletrajza, sokszor azt mondani, hogy jaj, de oda van magától a szerző. Nem. Egyik történet sem csak önmagáért van ott. Ez nyilván a szerző elmondja itt a történeteket ahhoz, hogy akár az individuumok kapcsolatát, a közösséggel való kapcsolatát elbeszélje, leírja, és az állam hatalmát is ilyenkor érzékelteti, illetve különböző módokat leírja, hogy hogyan lehet egy egyénnek az hatalom különböző struktúráit meghatározni, vagy hogy ezt a hatalmat hogy lehet kifejezni, illetve hogy ennek mik a korlátai egyéni szinten. Amit nagyon érdekesnek találtam, hogy néha az ember úgy gondolja, hogy például James Scott's Weapons of the Week esetében egyéni módon tud fellépni a hatalom ellen, és mikor lesz ez már egy közösségi aktus, úgymond. Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen itt egy volt katonának a történetét, mert Jim katona volt, aki tulajdonképpen úgymond az agresszor öldöklő gépezetének egy része volt. És tulajdonképpen így a Kelly a hatalom, illetve annak hiányát, vagy ennek dihotómiáját is érzékelteti, ami szintén nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes megközelítés. Végül ezeket a történeteket, bár egy korban és helyben, tehát történelmi korban, helyben vannak beágyazva, de azt hiszem, hogy egy bizonyos szinten egy kicsit időtlenné teszi őket, és azt hiszem, hogy talán a következő generáció tagjának mondhatom magam, de úgy éreztem, hogy akár nekem is írodott, hogy ebben az évszázadban mit tudok én tenni a mi mostani korunkban, és mondja, hogy ezekkel a történetekkel és tapasztalatokkal szerintem ezeket a tapasztalásokat extrapolálni tudom, úgymond bizonyos szinten idézőjelbe tudományos kutatással is, és bizonyos mértékkel bepillantást nyújtok az egyéni, illetve a kollektív zavar vagy konfúziónkban. Meg tudom mutatni, hogy hol vagyunk, hol lehetünk esetleg a jövőben egy jobb helyen. Olvasóként, mivel nekem már kezemben van az a legtöbb ilyen elméleti, irodalmi fegyvertár, úgymond, de a tapasztalatai természetesen nem, hiszen én soha nem tapasztaltam ilyen dolgokat, mint ő, de ahogy elolvastam a könyvet, nem biztos még
hogy tudom, hogy hogy érek el ebbe a boldogabb, kellemesebb helyre, egy jobb világba, egy boldogabb időre, nem tudom, hogy, de amit, amit tanúságként olvasása után tudok mondani, hogy egy folyamatos kritikát kapok egy ilyen úgymond meglévő stetoszkópon keresztül. Az élet szeretetét látom, és az az irónia és az a humor, ami szintén benne van. Mert ennek a hatalomnak az interpretációja az nekünk is megadatott. Köszönöm.